A múlt hét végén fejeződött be a Decathlon Konyhamőbel városi terem labdarúgó bajnokság. Akkor a döntőben a Vörös Ördögök büntetők után győzték le a Pikoló Söröző együttesét és nyerték meg a finálét. Sok pihenő nincs, a tervek szerint március 18-ától már folytatódik a szabadtéri bajnokság a Városi Stadion kispályáin. Itt is komoly fejlesztések várhatók, a stadion beruházás ugyanis a kispályás bajnokságot is érinti. Óriási öröm számomra, hogy elindult a építkezés a ABC pályán, a Szabadidő Központ háta mögött lévő pályákon, hiszen három műfőves pályát kapunk a várostól, tehát a polgármester úr meg is ígérte ezt, hogy egy kis fejlesztés még újból jön ehhez a városi kispályás bajnoksághoz, és ez nem kicsi ez a fejlesztés, hogyha ez megvalósul, hogy a Szabadidő Központ alatt lesz Söröző, fönn a Szabadidő Központban fognak tudni öltözni a csapatok kulturált körülmények között fürdeni, tehát ez volt a terv, és én bízom benne, hogy valahogy a tavaszi idénynek a közepére már átadásra kerül majd a kis műfüves blokk is. A tervek szerint a D, az E és az F pályán indulhat a játék, és a kis műfüves pálya is használható márciustól. A bajnokságban több mint 100 csapat van, és mindegyik csoportban nagy csatákat vívnak az együttesek hétről hétre. A kispályás bajnokság az egyik legnépszerűbb szabadidősport rendezvény évek óta Nyíregyházán, sok embert mozgat meg. A tervek szerint júniusban zárul a szezon, ekkor hirdetnek majd bajnokot a különböző csoportokban.